Következő eszközünk, amivel a gyakorlatban is kipróbáljuk majd a mobil internetet, a Vodafone-tól kapott Huawei modem. Ennek érdekessége, hogy kettő darab USB kábele van, azt tanácsolták a Vodafone-os kollégák, hogy mind a kettőt helyezzük be a laptop oldalába, mert így biztosabb a kapcsolat. Azért kellett mind a kettő darab USB végű kábelt beledugnunk a laptopunkba, hogy megfelelő áramellátást kapjon a modem. Mint látható, fölizzott a piros szín, életre kelt a modemünk, és hamarosan a laptop kijelzőjén megjelenik a Vodafone teljesen egyszerű és felhasználóbarát szoftvere. Mielőtt bárki elkezdene minket azzal vádolni, hogy a Vodafone pártoljuk, hozzá kell tennem, hogy mind a másik két szolgáltató esetében is ugyanilyen egyszerű szoftverekkel kell dolgoznunk. Mindösszesen annyi a különbség, hogy a bal alsó sarokba a Panon, illetve a T-Mobile logóját láthatjuk. A Vodafone Mobile Connect Lite szoftvert látjuk, nagyjából minden funkció elég egyértelmű, szerencsére tud magyarul is az alkalmazás. Jelenleg ebbe a főablak nézetbe vagyunk, ahol a megfelelő hálózathoz tudunk csatlakozni. Itt láthatjuk, hogy jelenleg mi az elérhető hálózat, egy hálózati jelerősséget és illetve egy csatlakozás gombot. Amennyiben megnyomjuk a csatlakozás gombot, pár másodperc, és a modem fölkapcsolódik az adott szolgáltató hálózatára, innentől pedig nyomon tudjuk követni a le- és feltöltési sebességet, illetve a feltöltött és letöltött adatokat összesítve. Azért érdekes, mert amennyiben nekünk egy havi előfizetésünk van, és mondjuk csak 50 MB a limitünk, tehát egy forgalomkorlátos csomagunk van, az 50 MB elérése után igen kemény, kvázi büntetési díjakat kell fizetnünk azért, hogy továbbra is tudjuk használni a szolgáltatást. Érdemes figyelni ezeket a számlálókat.